A Györfi István Nagykun Múzeum munkatársai már 2 hete bezártak, mert december végéig el kell költöztetniük raktárukat a Rónai Malomból egy új helyre. Kiköltöznek a raktárból, 8000 tárgyat csomagolnak el a Györfi István Nagykun Múzeum munkatársai. Az új helyen modern polcok várják majd az alkotásokat. Most elérkeztünk végre arra az időszakra, elérkeztünk oda, amit már elég hosszú ideje várunk, hogy az átmenetileg raktárként, műtárgy raktárként használt Rónai Malomból ki tudunk költözni. Végre tehát sok keresés és kölcsönös kompromisszumok következtében találtunk egy olyan helyet, ahová közel 8000 darabos műtárgyállománynak a kétharmadát, hiszen csak egyharmad van kiállítva, a kétharmadát át tudjuk vinni a raktárba, ahol majd megfelelő módon tudjuk konzerválni, tárolni, és abból tudunk rendes időszaki kiállításokat csinálni. Polgármester úrral megegyeztünk, hogy fölgyorsítjuk úgy a munkát, hogy valamennyi munkatársunk jön ki a csomagoláshoz, és így bezárjuk az épületet, hogy hamarabb tudjunk költözni, hiszen december 31-ig a projektnek megfelelően el kell költöznünk. Úgyhogy tulajdonképpen azóta folyamatosan pakolunk, zajlik a csomagolás. A lerakatban 8000 tárgy található, ami 1953 óta Szűcs Sándor igazgatóságától folyamatosan gyűjtöttek. Ilyenkor a múzeológus is mindig meglepődik, hogy mi minden van a gyűjteményében. Pláne nem ugye olyan, mint aki én, aki ugye később jött ide, tehát nem vagyok egyidős a gyűjteményen, amely ugye 50 éves vagy 60 éves legalább, hiszen 52, sőt többi, mert ugye 52 óta folyamatos a gyűjtés, még Szűcs Sándorék gyűjtötték, illetve van korábbról is műtárgy, amit természetesen mindig nem lát az ember, csak akkor, amikor, hiszen minden nap nem veszük kezünkbe ezeket a dolgokat. Leltárkönyv meg nem mindig mondja el, hogy tulajdonképpen mi is az, amiben van a nyilvántartásunk. Természetesen majd, hogyha most normálisabb körülmények között leszünk már, hiszen ez csak egy átmeneti helyiség volt ugye 98 óta, normálisabb körülmények, ami körülbelül olyan 20-30 évre megoldja a gondunkat, úgy tervezünk, azért is költözünk oda, akkor jobban áttekinthető lesz, látjuk, hogy milyen tárgyaink vannak. Az már is látszik, hogy a legnagyobb tárgyegyüttes az a kerámia. Annak a csomagolása zajlik most éppen, ezt óvatosan is kell ugye csomagolni, hiszen törékeny. Alapvetően a gazdálkodási eszközök, szerszámok vannak. Van egy kovács műhelyünk fújtatóval, kovács fújtatóval. Azt is talán érdemes lenne egyszer egy kovács műhelyt berendezni, hiszen ma már egyre kevesebben tudják, hogy is működött ez. Meg már ló sincs lassan, tehát patkoló szerszámokat is, de lassan már ló sincs, amit patkolni kellene. És hát ugye főképpen mezőgazdasági eszközök, gerebjék, villák, favillák, villák, bútorok, szuszékok, ládák, festett ládák, hiszen erről híres volt a nagy kunság a festett ládákról, meg egyáltalán magáról a ládákról. Úgyhogy bőven van ilyen, akkor a festett tálasaink, az egyéb ilyen bútordarabok, illetve ne feledkezzünk meg a háncsból és a csuhéból készült tárgyakról, és a vesszőtárgyakról sem. A pályázatból polcokat nyertek, így a laktanyában már megfelelő raktárrendet tudnak kialakítani. Amikor átköltöztünk, rendezzük a tárgyi állományt, lett elsődleges tisztítás az, ami fontos, tehát ugye koszolódnak ezek a tárgyak. Az elsődleges dolog, hogy letisztítsuk, akkor meglátjuk, hogy milyen állapotban vannak, mit kell restaurálni, az jóval drágább munka lesz majd. És most szépen folyamatosan, így olyan 30-40 év alatt lehet restaurálni az összes tárgyunkat, amelyik olyan állapotban van. És amikor ezek a tárgyak megvannak, le vannak tisztítva, akkor jön az ellenőrzés, a revízió. Ez 5 évenként írja elő a törvény számunkra, de tulajdonképpen ez úgy zajlik, hogy mire befejezzük, kezdhetjük előről,
pláne az elején, amikor ugye, mivel sose volt rendes raktára a múzeumnak, ezért nem igazán van minden tárgyunk beleltározva. Meg a gyűjtés folyamán csak bepakolták. Vagy ha be is van leltározva, le kell ellenőrizni, hogy az milyen állapotban van most. Leltári szám, ha megvan, meg kell nézni, hogy épp állapotban van, restaurálni kell. Tehát egy-egy ilyen gyűjtemény, tehát egy-egy ilyen tárgynak a kézbevétele és ellenőrzése, revízió, ugye leírókartont kell készíteni, amelyiknek nincs, digitalizálni kell az egész anyagot. Egy-egy ilyen tárgynak elég hosszú időbe telik. Általában azt szoktuk mondani múzeológusok, hogy egy nap körülbelül 10-15 tárgyat lehet leellenőrizni és beleltározni, digitalizálni, úgy, hogyha 4-5 ember dolgozik rajta folyamatosan. Hiszen ez nem egy olyan egyszerű dolog, mert a mi leltárkönyvünk az nem csak arról szól, hogy beírjuk a számot, és leírjuk a tárgyról, hogy mi a neve, hanem az, hogy mire használták, hogyan használták, méret, egyéb, mit tudunk a tárgyról. Tehát egy kortörténetet a tárgyról le kell írnunk. Évekig eltart, mire újra leraktározzák, számítógépre viszik a tárgyak adatait, de utána sokkal könnyebb lesz a keresés is.